Veres András megyés püspök a Győri Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét csütörtökön, arra emlékezve, hogy Jézus ezen a napon az utolsó vacsorán alapította a papságot. A szertartáson résztvevő papok így megújították fogadalmukat. A krizma szentelési misén a főpásztorok megszentelték a szentségek kiszolgálásához használt olajakat. Mennyei atyánk, a szent krizma jelében kegyelmet kincstárát nyújtod az embereknek, hogy fiaid újján születve a keresztség vizében és a szent lélek kenetével megjelölve, hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és részt kapjanak az ő prófétai, papi és királyi küldetésében. Veres András emlékeztette paptársait arra, hogy az új szövetségi papság nem apáról fiúra száll, mint az Ószövetségben, és bár Isten minden embert üdvözíteni akar, de nem mindenkit hív meg a papságba. Mindenki sajátos, személyre szóló hivatást kap, és csak kevesen kapják meg a papságra szóló meghívást. Mindjárt tudjuk, hogy egyikünk sem érdemelte ki a meghívást, de feladatunk, hogy felnőjünk ezen ajándék magasztosságához, és egyre méltóbbak váljunk ahhoz, aki meghívott bennünket, tette hozzá. Mire is kaptuk mi a hivatásunkat? Mindenek előtt hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát minden embernek. A korok, a körülmények változnak, de a feladat, a küldetés ugyanaz 2000 év óta. Hirdetni Krisztus evangéliumát, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Akkor is, ha ma gyakran úgy tűnik, hogy alkalmatlan, tegyük hűségesen, áldozatosan, mert erre szól a küldetésünk. Ha nem tennénk, súlyos mulasztást követnénk el. És jó lenne, ha naponta azzal a lelkesedéssel, azzal a fáradhatatlansággal tudnánk, akarnánk tenni ezt, ahogyan Jézus tette földi életében. Nagy csütörtök este az utolsó vacsorát idézik fel a katolikus templomokban. A szentmise elején a hívek Krisztus dicsőítik. Az orgona, a templomok csengői és harangjai ezek után elhallgatnak, és csak a nagy szombat esti, húsvéti feltámadási szertartáson szólalnak meg újra. A néphagyomány úgy tartja, hogy ilyenkor a harangok Rómába mennek. A nagy csütörtöki szertartás része a lábmosás, amelyel Krisztus tettére emlékeznek, aki az utolsó vacsorán szeretetének jeléül megmosta 12 tanítványának a lábát. Akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket, püspökötök és Isten szent népe előtt? Akartok-e a mi Urunk Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforni és önmagatokról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? Akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az Eucharisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Krisztus ruháitól való megfosztását jelképezi a szentmise végén az úgynevezett oltárfosztás, amikor minden díszt eltávolítanak az oltárról, az oltárszentséget pedig a pap egy külön erre a célra kialakított kápolnába viszi. Ettől kezdve húsvétig, a feltámadás ünnepéig az egyház nem mutat be szentmisét.